1940-ben vettem a harangozást föl. Nagyon szívesen végeztem a munkámat, hogy az egyház legyen megelégedve velem. Ment az énekszámoké. Pipával ment, azt föltette egy fára, megkapta a számot a tisztelendő bácsitől, akkor ő megint ment ki, és akkor levette a pipáját, és megint balagott a templomba. Van gyermekisten tisztelet, ugye? 8 óráig kezdett el a harangozók, és 8:30-kor a beharangozás. 9 órakor nagy haranggal elsőt, és másodikat a középső harangozás, és 10 órakor a beharangozás a nagyisten tiszteletre. Akkoriban a nagyapa szokta fölhúzni azokat azt az órát. Mert hát azért azt kellene, is kellett, vagy valami, de tisztelendő bácsi segítségén, mert a tisztelendő úr az jobban értett hozzá. Templomba igyekeztem arra, ahol szolgáltam, hogy oltár előtt érdeplő legyen, egészen amíg rá nem kényszerült a nép a népviseletből való kivetközésre. Itt álltak a népviseletben az oltárlányok az oltártérben, és addig nagyon áldott szokás volt, minden imádságnál mindig térdelve imádkoztak. Különösen a férfiak voltak az ifjúság mellett a szívügyen. Jelenleg is nagytagszai gyülekezetnek a óriási férfi arányszáma a részvétel tekintetében. Tégesség néztek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntek titeket testvérek, amikor először léptek gyülekezetében gyermekekkel, hogy a szentkeresztség áldásával Ildikó Anna keresztelnek téged, atyának, fiúnak, szentélek Istennek. Gyulán, a vár szomszédságában született 1914. május 14-én Győri János. Valószínűleg a háborús körülmények miatt volt a keresztelője a helyi református templomban. A rendőrfőtiszt édesapa szolgálati beosztása miatt hamarosan Békés Csabára költözött a család. Édesanyámmal nekem az első érdekes élményem az, hogy amikor első kommunizmus idején édesapámat egyszer elvitték, és akkor imádkoztunk édesapámért. Sírás közben, mosás közben, fáradtságos munka közben énekelgetett. Énekelt mindig, mintha csak hallanám most is, mikor azt a csabai éneket énekelte. Tudom, kedves atyám, hogy csak annyi fájdalmat mész rám, amennyit elhordozhatom. Ezt az éneket sokszor hallottam, vagy énekeltem. Ez nagyon mély nyomot hagyott bennem. Édesanyám ritkán ment templomba a család mellett, de tudom, hogy hazajött a templomba az apám, és anyám kérdezte, amikor közben terített az asztalt, hogy na, mit prédikált a pap? És úgy emlékszem nekem, hogy tetszett, amikor apám azt mondta, hogy mi volt az ige. A másik pedig, hogy
Egyszer csak vettem észre, hogy édesapám hozott egy vastag könyvet. Megnéztem, mi az a könyv, amit olvas, és az a Biblia volt. Ez lett az én teológus és első Bibliám. Talán megvannak a elrongyodott lapjaim, mert utána újra kellett kötni, aztán már második és harmadik Bibliát műtem el később. Hát a gyülekezeti élet családias jellegére igyekeztem a templom belső kiképzésében és az istentiszteletek menetében is. Ezért tartottam nagyon fontosnak a gyermek istentiszteletet liturgikus formában, hogy bele neveljem őket a gyülekezeti élet bemaló részvételre. Mivel egyházi iskola volt, ugye minden órát mi imádsággal kezdtünk, de attól függetlenül ugye előtte 7:45-kor volt már istentisztelet, és az istentiszteleten is mi részt vettünk, az a templomban volt. Már 52-ben is írtam ilyen kis feljegyzéseket, például a reggel, minden reggel istentiszteletről, és elsőtől ő tartotta a hittanórákat. Keményen jártunk, heti két alkalommal volt hittanóra. A Rákosi rendszerben nem igen kedvelték az olyan embereket, akik szóval hívőknek vallották magukat, de azért édesapád nem félt attól, hogy szóval keményen kitartott a hite mellett. Egyháztól már kijöttek olyan dolgok, hogy a gyerekekkel, ifjúsággal, lelki pásztornak nem szabad foglalkozni, vagyis a vasárnapiskolásokkal. Voltak olyan fiatalok, ugye, akik azt végezték, és nagyon csodálatosan végezték. Ő előtte azért szerette tudni, hogy ki az, aki a munkatársa lesz. Szóval úgy azért nem engedett oda a gyermekbiblia körre, hogy ne tudta volna, hogy ki veszi át tőle, és az majd mit fog mondani. És amikor még nem volt országos munkaterv, neki már akkor is volt munkaterve. Szombaton este megbeszéltük, hogy miről lesz szó, milyen igét olvasunk föl, és akkor azt közösen megbeszéltük. Hát énekeket tanítottunk a gyerekeknek, Bibliát olvastunk és játszottunk. A gimnáziumban a vallástanár Vidovszky Kálmán volt, és nagyon szorgalmasan eljártam én. Itt indult el az egyház értelemben is a lelki életem. Mikor hirdették a templomba, hogy konfirmációra elkezdtem, én mindjárt jelentkeztem. A legjobb tanul voltam a konfirmációsok között, valami 180 gyerek közül. Amikor évvégén mindig volt egy nagy úrvacsora a diákok számára, a tantestülettel együtt, nagyon szép volt, és ezt deprekációnak nevezték latinul. Tehát egy ilyen nagy könyörgés, ilyen bűnbánatos alkalom, amikor úrvacsorát veszünk, és én nekem kellett mondani a deprekációs beszédet. Annak idején a Kiskátéból tanultunk, Luther Kiskátéjából, és nagyon tetszett nekem az, hogy nem a szó szerinti válaszokat várt el tőlünk, hanem nagyon megfelelt neki a saját szavunkkal mondjuk el a válaszainkat. Konfirmandusként szerette volna, hogy mindenki élő hitre jusson, és nagyon komolyan vette a konfirmáció órákat. Olyan áldott előkészületeket kaptunk konfirmációs korba már, hogy ott már megélelődött bennem, hogy én hitre akarok jutni. Ami nagyon megmaradt bennem, az a magánygyónás volt. Életemben először szembesültem azzal, hogy beszéljek, vagy beszéljünk a bűneinkről. Gyakorlatilag senki más nem tudta elérni azt egy 13 éves gyereknél, csak ő, hogy megtanulja azt, hogy a bűn következménye a halál, de a bűn megbocsáttatott Jézus Krisztusban. Szombatonként volt úrvacsorai előkészítő, amit nagyon, nagyon komolyan vett, mert nem, szóval nem lehet úgy úrvacsorához menni, mert ha nem bűnbánattal veszük, ugye akkor inkább ne vegyük, mert kárhozatra veszük azt az úrvacsorát akkor. Akkor ugye otthon is ez meg volt beszélve, hogy most úrvacsorát veszünk, akkor mindenki úgy ment, hogy otthon is bocsánatot kért, nem csak konfirmációkor, hanem más alkalmakkor is, később is, igen. Van közös bűn, van közös bűnbocsánat, de
mindaddig semmit nem ér, amíg nem az én bűneimről van szó, amíg nem az én bűnbocsánatomról van szó, amíg nem az én bűnvallásomról van szó. Mindenkinek oda kellett állni a tisztelendő bácsi elé. Biztos vagyok benne, hogy beépült ez is a személyiségünkbe, hogy valóban van egy forma, amire szüksége van az ember lelkének, és ez a gyónás. Hogy meg tudjunk állni Isten előtt, és ki tudjuk mondani, hogy vétkeztem. 13 éves koromban én az ő segítségével átéltem a megtérést. Ezt kioltani belőlünk nem lehet soha, mert amit kaptunk akkor, és a megtérésen keresztül, és hiszem, aki elkezdte ezt a munkát, be is fogja fejezni bennünk. Úgy látták a diáktársaim, a tanáraim is, hogy én papnak fogok készülni, olyan papi lelkület, vagy ilyen vallásos lelkületének ismertek, és amikor utolsó fél évben megkérdezték, kellett mondani, hogy ki hová készül, és én azt mondottam, hogy természetrajz, földrajz szakos tanár, tehát biológiai tanárnak készülök, akkor mindenki szaladott, hát te nem papnak készül, de hogy meg én papnak, hogy még jobban besavanyagyak, mondtam. Özvegy édesanyám szorgalmazta a teológiára menetelemet. Írja naplójában, ami azután úgy is lett, de nem savanyodott be. Nagy szorgalommal, derűvel és alapossággal vetette bele magát a tanulmányokba. A Soproni Egyetem pompás épülete, a tekintélyes professzori testület, a diáktársakkal kialakított mély baráti kapcsolat ideális környezetet biztosított a stúdiumokhoz. Mégis így ír róla. Az egyetemen kitűnővel végeztem, mindent hittem, minden tanítást elfogadtam, de mégsem volt békességem. Szolgálata mégis lelkesítő, gyülekezetépítő volt. A nyomában jártam Kisfaludon, ugye ő a Ajkai kastélyban volt nevelő, és illetően bízták meg a gyüleketnek a gondozásával. Egy Ajkai családnál volt, emlékszem rá, mert ugye azok hát urak voltak, ott, ahogy a tisztelendőr vagy a édesapjuk, amely bement minden szegény családot. Tehát megmondták neki, hogy ne menjen onnan hárabá, de hát énekültek este. Aztán ment haza, énekültek az evangélikus család, hát vacsora előtt. Meg imádkoztak, utána hát be kell menni, Ollanhára, bement. Na most igen szép nyomait találtam, amikor a gyülekezetben beszámoltak a üzenek az ünnepek. Így úgy van, ez volt a címe, és ennek a fényképeit és az emlékeit mind máig őrzik Kisfaludon. Itt van-e? Itt üzennek az ünnepek, ebből lett nekünk. Ha ki tudnám venni, ebből lett nekünk templomunk, a imaházunk. És ezt édesapánk szervezte? Igen, igen. Igen. Békés Csabáról hozott azt a sok ruhát. És az itteni gyerekek adják elő? Mink adtuk elő. És maga hol van rajta, mutassa meg. Keressem meg rajta, itt vagyok-e. Ezt a színdarabot mink előadtuk. Még keresztül ott is, meg Miháliba, illet nem volt egészen 500 forint, vagy pöngő. Abból kitállett az a két padsor, meg minden, ami köllött szószék, meg az a... A Gyúrói Evangélikus Gyülekezet jelenlegi istentiszteleti helyén vagyunk. Itt látható ez az oltár, amit 1930-as évek végén Győri János, akkori kisfaludi segédlelkész készített el. Érdekesség az oltárnak az, hogy szétszedhető az oltár, ugyanis akkor egy iskolateremben tartották Kisfaludon az istentiszteleteiket, és hétközben tanítás volt, hétvégén pedig istentiszteleti helyként üzemelt. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet hittel és figyelemmel. Annyira természetes volt nálunk az, hogy vasárnap ugye az egy szent nap volt. Ugye az, tehát nem az, hogy jaj, hát jó, megszokásból elmegyünk a templomba. Tehát tényleg megéltük azt, hogy az egész családban, hogy vasárnap nem volt munka. Már a felnőtt istentiszteleten is részt vehettünk. Akkoriban a fiúk a kóruson, a lányok népviseletbe öltözve az oltártérben álltak. Igen. Ez szint olyan megtiszteltetés is volt, hogy na hát én már ott állhatok, és nem volt ez különösebb, és végig tudtuk állni, és tudtunk figyelni is igehirdetésre is,
mert később is vannak ilyen feljegyzéseim nekem is igehirdetésekről, hogy leírogattam az istentisztelet. Hát ott nem írhattam, minden csak emlékezetből, utána még emlékszámokat is. Az igehirdetései egyórások voltak. Kívántuk még. Nem volt unalmas. Felvitte a magnót a szószékre, hogyha voltak olyan testvérek, akik nem tudtak eljönni templomba, betegek, elvitte és lejátszotta. Ő sose éreztette a gyülekezetével, hogy ő most vidéken prédikál. Ő mindig úgy prédikált, hogy mindenét beleadta. Mindig volt a bevezetőjében egy ilyen történeti tanítási jelleg, tehát bemutatta az a kort, és utána leváltotta apró pénzre az egész története, tehát személyes volt a prédikációja. Csodálatos dolgot tapasztaltam közel 55 éves érhető szolgálatom ideje alatt. Mindig igyekeztem a újszövetségi textust a héber eredeti alapján olvasni és úgy készülni. Az újszövetséget is nem csak mindig a görög eredeti alapján. Ha Ezsaiás beszél a szenvedő Jézusról, akkor olvasuk, hogy Isten olyanná tette az én képemet, mint a kova. A héberül szamti pánai kachalám is, a zsidó zsargonban úgy mondjuk föltesz a plépofát, hogy nem számít, hogy köbdösik, vagy ütik, vagy simogatják, és amikor Jézus Jeruzsálembe készül, hogy majd megköbdössék, meggyalázzák, és megostorozzák, és szenvedjen értünk. Görögül esztérizento prozópon az arcát megkeményítette. Hallatlan volt az, ahogy ébrezgette a hitünket, ahogy megmagyarázta, hogy nem babra megy a játék. Prédikált mindig, térjetek meg, mert elközelik az Isten országa. Még ma, emlékszek rá, e pillanatban. Tisztető úrnak nem volt olyan, Győri Natiszt, olyan igehirdetése, hogy abba bele ne került volna, hogy te testvérem, te hogy vagy ezzel? Ő mindig neked prédikált, meg neked, nem úgy általában, ugye? A Magnóra nem csak az igehirdetéseket vette föl a lelkipásztorunk, hanem hangjátékok is voltak. A tűzből kikapott küszök. Igaz történet alapján írt hangjáték Nagy Tartján 1964. február. Az ajtó fölött egy tábla van ugyanazzal a felirattal. Én is néztem, de nem írtam a felirást. Nem érted? Könnyen el lehet olvasni. Nem, tűzből kikapott üsök én ez. Ó, milyen bölcs vagy! Ezt én is el tudtam olvasni, de nem tudom, mit akar jelenteni. Amikor nem lehetett színdarabokat, bibliai jeleneteket előadni, akkor hangjátékokat írtam, mind megtörtént igaz eseményeket foglalt hangjátékba, és ilyen módon evangelizáló akart lenni mindegyik. Vigyázz, Jóska! Megálljatok! Csicsa, figyeljetek! Mi az, gyerekek? Megmozdul a hegy! Édesapám, múlik a szél! Meneküljünk! Jóska, fogja kellene! Nagyon nagy szám ez, hogy egy egyszerű parasztgyerek, aki jóformán, hát jó, hogy egyáltalán megtanult írni, olvasni, ugye, és el tudtuk játszani. Na, szóval bele tudtuk élni magunkat abba, azokban a jelenetekben, amik voltak. És ugye ezt lehetett tovább vinni, ahová ment például a lelkipásztor. Meghatározta a szolgáltamat az, hogy evangelizációs szolgálatban is állottam, és úgy igyekeztem a gyülekezetet vezetni, hogy presbiterek, hívő férfiak közül állítsak be szolgálatba testvéreket, hogy amikor én valahol evangelizáltam, akkor ők engemet helyettesítettek. Vagy bizonságtételükkel, vagy pedig a liturgia egyik a liturgizálást végezte felolvasva. Nagyon sok helyen jártunk vele, ha őt valahova, mint igehirdetést vasárnap valahova meghívták, akkor ő vitte az egyháztagokat is, vagy az énekart, vagy az ifjúságot magával. Zsörökszolgáltak. Igen. Verssel, énekkel, énekkarok énekkel, de külön meg bizonságtétellel is. Jó,
Szolgálata lelkesítő, gyülekezetépítő volt. A híveit céltudatosan vezető, de lelkében még mindig kereső segédlelkész számára kedvenc éneke fogalmazta meg, mi is hiányzik még az ő személyes életéből. Így ír róla. Ez időben hallottam a finnországi ébredésről. Minden vágyam az volt, hogy kimehessek oda, mert úgy éreztem, ott én is megtalálom békességemet. 1939. augusztusában végre kijutottam. Körti Kotiban laktam, és beiratkoztam a Helsinki Egyetemre. A hajnali óráktól sokszor délig tanulmányoztam a Bibliát. Elhatároztam, hogy valakitől kérek föloldozást. Miután ezt megkaptam, a délutáni Musztaszahari Szeuraton sok résztvevő előtt boldogan tettem bizonyságot Jézus bűnbocsánatába vetett hitemről. Aznap este a kedves kis faházban nem jött álom a szememre. Csendesen fölkeltem és kimentem a tengerpartra, ahol boldogan kiáltoztam. Napról napra gondoskodott rólam az én szabadításom Istene. Siettem megírni haza is, családomnak, barátaimnak, ajkaiéknak, de még áldott emlékű Kapi Béla püspökömnek, professzoraimnak is, hogy döntöttem. Jézus útján megyek tovább, mert elnyertem általa bűneim bocsánatát. A finn-orosz háború kitörése miatt haza kellett jönnie. Hódmezővásárhelyen, majd Budapest Deák téren munkálkodott. Ekkor szerezte meg a lelkészi oklevelet. 1940-et írtunk, amikor először találkoztam Győri Jánossal, aki akkor a Deák téren volt lelkész. Fiatal, szemüveges, életvidám, óriási, humorú lelkész, aki akkor a karácsonyi szeretetvendégséget vezényelte. 6 éves voltam, és a szeretetvendégségen egy színdarabban a Jéghercegnő apródját alakítottam, de tele voltunk merevséggel, görcsel, félelemmel, hiszen az egyházban viselkedni kell. És ez a fantasztikus, humorú fiatal lelkész, ez percek alatt oldotta a görcsünket, és egy életre belénk oltotta azt, az egyháztól nem idegen a nevetés, nem idegen a humor, és lehet Istent félni és szeretni úgy, hogy jókedvűek vagyunk, és nem egy másik arcunkat kell fölvenni az egyházban, hanem ugyanazt a hétköznapi arcot, mert az Úristen úgy szeret minket, ahogy vagyunk, és úgy fogad el. Ugye a Tisztelendő 42-ben jött ide, nőtlenként még, és a fényes nagymamám egyedül volt, annak ellenére, hogy ő is 8 gyereke volt, de végül egyedül maradt, és a nagymama főzött is neki egy évig, a Tisztelendőrnek oda járt ebédelni. Ugye imaház akkor még nem volt, és nála voltak a bibliaórák. Csütörtöki napokon tartott a Tisztelendő úr a nagymamámnál lentinél bibliaórákat, és azóta folytassák csütörtökön a bibliaórákat. 50-es években épült a imaház. Mint hitre jutott lelkész nagyon jól tudta, hogy a liturgia mellett szüksége van a léleknek a bensőségesebb alkalmakra, a családias együttlétekre is. A legnehezebb ateista időkben imatermet építetett Nagy Tarcsán, melyet 10 év múlva még bővítettek is. Házilag lett építve, segítséggel épült ez az imaház. Mindig olyan jó leső érvés volt. Vágyoltunk bibliórára. Rengeteg alkalom volt, a legkisebbektől a legidősebbekig. Mindenkinek minden igényt kielégítő volt szerintem a szolgálata. Annyira odafigyelt minden korosztályra, hogy bibliaórák voltak, hogy imaórák voltak, hogy gyermekbibliaórák voltak. Ifjúsági például, hát volt kisifjúsági, nagyifjúsági is, ugye. Olyan adventi esteket azóta sem éltem át, amilyenek akkor voltak. Az a csendes várakozással teli alkalmak, amikor hát az a mennyországnak egy szelete volt számomra. Mai napig így emlékszem. Minden túlzás nélkül mondhatom, mert tágra nyílt szemekkel néztük a gyertyát, az adventi koszorút, ugye a Tisztelendő bácsi felelgetős énekét, a Magnifikatját. Az ő szolgáló leányának alázatos voltára rátekintett, és ime mostantól fogva minden nemzetség boldognak mond. Volt szavalat, volt ének,
Bizonságtevés. Bibliaórák olyanok voltak, hogy nem csak maga a lelkész olvasta fel a Biblia részt, hanem sorba olvastuk. Nagyon vártuk a szilveszter este, óévestejét. Templomból mentünk az imaházba. Tanultunk különböző színdarabokat. Akkor a tisztelendő úr saját maga is írt ezekből nagyon sokat, és vidámakat, szilveszterkor vidámakat játszottunk. Szeretett vendégség alkalomnál nevetés nélkül nem tudott senki maradni. Még Deák téri segédlelkész korában megismerkedett a fiatalon elhunyt Gáncs Aladár Mária nevű leányával. Jegyességüket a menyasszony váratlan betegsége árnyékolta be. Próbálták lebeszélni a házasságról, de ő hűségesen kitartott választottja mellett. Mindketten félárvák voltak, vagyontalanok. Csak egy műtermi felvételt terveztek, de a váratlan riadó miatt a fotós visszatartotta a csinos fiatal párt, és még kettőt ajándékba készített róluk. Egy különleges gyülekezet vagyunk, nem csak azért, mert most egy család van itt együtt, és ez így is van jól, hiszen ezt tanultuk egész életünkben, hogy gyülekezet kell, hogy legyünk, mint család, és úgy kell, hogy tekintsük a gyülekezetet is, mint aki hozzá tartozik a családunkhoz. Gyermekkori élményem, amikor láttam a képen a világ legszebb mennyasszonyát, és mellette a völegénye. Boldog, örömteli mosoly volt az arcukon. Nyugalom és reménység. Csak később tudtam meg, hogy kívül a legnagyobb bizonytalanság volt. Egy világégés, egy háború van a fejük fölött. A szószoros értelmében a nász induló szirénák adták, és ezeken a fényképeken mégis mosoly, öröm, bizalom. Reménység. Tudjátok, volt nagyon sok küzdelem, volt nagyon sok félelem és rettegés, és volt megpróbáltatás, és volt koporsó, és minden. De az a tudat, hogy mi egyek vagyunk, és mi itt, mi rajtunk nem foghat ki, ördög világ senki, mert Isten tart össze bennünket, és ő ad erőt mindenek az elhordozására, ő oldja meg a problémáinkat, és ő tesz boldoggá bennünket. Nem fogy el a szeretet, ha Isten szerint való szeretet. Éjszaka fölzörgetek, reggel 8-ra el kellene mindenkinek menni az ipolysági járásba, 3 nap élelemmel, akkor az ige az volt Ézsaiásból, aki hisz, nem menekül, der glaub, der flieht nicht. Csak én maradtam. Aztán bementem Pestre, találkoztam egy lelkész, a villamoson valaki megszólt, azt mondja, ugye te is bejössz Pestre. De hogy jöjjön. Gyere be, mert fog hullámzani a front, és majd az lesz, hogy megülik a lelkész, és nem lesz, utána, amikor visszaszerezik a frontot, akkor nem lesz, hogy ezek lelkésze. Mondom, én, ha elmennék onnan, úgy érzem, hogy minden prédikációmat keresztül húztam ezzel. Ha pedig ott maradok, a mártírvér sokkal többet fog prédikálni, mint addig összes prédikációim. És itt maradtam, megvédtem a templomot, fel akarták lobbantani a 2 SS legényt, akkor aztán gyorsan ledobtam Luther kabátot, és szaladgáltam ide-oda, aztán végén 3 napra megkaptam választ, hogy nem mondják fel mégsem. 1952 óta a Pest megyei egyház megyében együtt töltöttünk évtizedeket. Abban az időben, amikor 29-en vagy 30-an szolgáltunk a gyülekezben, általában véve 3 csoportot alkottunk. Volt egy ébredési csoport, ebbe tartozott Galágy Gyurka bácsi, Erős Sándor bácsi, Zászkaliszki Pali bácsi. Hát ugye... Itt a megyében. Azután voltak akik ellenséges szemmel tekintettek reánk, hiszen annak a kereszténységnek voltak a hívei, amelyek nem tételezi föl a megtérést, az újjászületést, hanem meg vagyok keresztelve. Ez azt jelenti, hogy most már a pokol hatalma sem foghat rajtam. És volt egy csoport, amelyik egy közömbösséget mutatott, de a testvéri szeretet olyan nagy volt, hogy soha nem volt olyan összejövetelünk, amikor úgy éreztük, hogy a fraternitáson csorba esett. Már 1940 óta volt kapcsolatunk egymással,
az evangelizációban találkoztunk természetesen. Hallgattam őt, később együtt szolgáltunk, és mindig öröm volt őt hallgatni, hiszen egy nagyon felkészült és hívő ember volt, aki nagyon szerette nem csak a szolgálatát, hanem a szolgálaturát, Jézus Krisztust is. Megtartották sok éven keresztül ezt a, akarom mondani, konferenciát, és elég sokan jelentek meg környék falukból, még Békés Csabáról is jöttek, Orosházáról itt, és itt házaknál aludtak. Egy nagy réten sokan voltunk, talán 300-an is. Az ragadott meg, hogy az a barátságos szeretet, és egy nagy család volt az egész, mert az édesapád szervezte meg sokáig, évtizedekig ezeket a nagytartsai konferenciákat. Aztán beosztottak bennünket bibliakörökbe, és ez volt a döntő számomra, mert a bibliakör tagjai mind egyszerű emberek voltak, tanult ember tulajdonképpen csak én voltam, méghozzá hát doktor. És én csodálkoztam, hogy tanulatlan embernek hogy tudnak hozzászólni, én meg nem tudtam hozzászólni. És akkor sor került a esti a záró istentiszteletre, amelynek a során az édesapád fölkérte, hogy valaki, akik úgy érzik, hogy történt valami, hát én is jelentkeztem, és én is elmondtam, hogy hát a félelem lelkével jöttem ide, és megszabadultam, nem csak a félelemtől, hanem bűnbocsánatot nyertem. 1948-ban, október 28-án, hétfőn délelőtt van fél tíz tájba, kint dolgoztam az udvaron, végeztem a munkám, amikor két férfiú jött be az udvarba. Oda jöttek hozzám, és azt mondták, csak azért jöttünk, hogy ma este és a hét minden estéjén evangelizálás lesz a templomba, szeretettel meghívjuk. Mindenki arról beszélt, hogy hát egy rendkívül ige hirdetés sorozat megy Felsőbetényben. Közben hazajött a férjem, elmondtam néki, hogy ki volt nálunk és mit mondtak. És kértem őt, hogy hagyd mehessek estére az evangelizálásra, ő vállalta a gyermekeket. Hát egy nagyon szimpatikus és nagyon lelkes lelkész volt. Már ránézésre is megnyerte az embereket. Rajta volt szinte az arcán, hogy alázatos és szelíd, és nagyon hiteles, amit mond. Námánról beszélt. Námán vitéz, hős, de bélpoklos volt. Szinte a levegőben lehetett érezni a Szentlélek munkáját. Mindenki megmozdult. Amikor hazamentem az első Isten tisztelet után, lelki élményemet elmondtam a férjemnek. Elmondtam néki, hogy ha így maradunk, mi nem kerülhetjük ki az ítéletet. Akkor az én nagy problémámra kaptam választ, hogy hogyan fogok üdvözülni. Akkor este eszembe jutott, hogy van nékünk egy bibliánk, és akkor én azt megkerestem, és a férjem olvasott belőle éjszaka két óraig, éjfél után. Nagyon jól esett a lelkünknek. Másnap megkérdeztem, a férjem marad-e a gyermekekkel otthon. Azt mondta, semmi esetre én sem akarok elkárhozni. Én is megyek veled az igét hallgatni. És abból az énekből is idézett a Győr János lelkész akkor, hogy amint vagyok sok bűn alatt. Nem kell itt nekem valamit azért tenni, hogy meglegyen, mert az Úr Jézus mindent letett már, értem, mindent elvégezett, enyém az üdvösség. Ez olyan örömmel töltött el, hogy én örömömben sírtam. Vasárnap este, amikor befejeződött az igehirdetés, Győri tisztelendő úr fölállt, áldásra emelt kezekkel is, azt mondta, testvéreim, kinek kell ez a kegyelem? Ez a templom akkor zsúfolásig telve volt.
És ő újra mondta, ma van a kegyelem napja, ma még szabad, ma még lehet, testvéreim, fogadjátok el a kegyelmet. És aki elfogadja a kegyelmet, akarja elfogadni a kegyelmet, emelje magasba a kezét. 84 kéz emelkedett a magasba. Olyan ige hirdető volt, meg lelki gondozó, mint mondjuk a szülőszobán a bába asszony. Talán ez a legjobb hasonlat rá. Tehát ő azzal a nagyon, egyfelől nagyon meleg lelkiségével, másfelől meg azért határozott szigorúságával, és hogyha ezt a kettőt együtt említjük, akkor ez nagyon jó. Ő szinte megszülte az embert az új életre. Én emlékszem, hogy nagyon komolyan vette a személyes lelki gondozásban a bűnbánatot, és aztán a személyes feloldozást, a bűnbocsánat hirdetését. Egy ilyen konferencián volt két iker előadás, Győri János tartotta a Cimborák, Hofni és Finál, Sámuel könyvéből, és Danhauser László a Barátok, Dávid és Jonatán. Laci bácsi előadása is szép volt, és veretes, és emlékezetes, de ahogy akkor némi derűvel, mint ifjú emberek mondtuk, azért a gazemberség mennyivel összetettebb és mennyivel színesebb, mert a Győri János úgy beszélt a Hofni és Finásról, hogy nem tudtunk nem magunkra ismerni, és mégis nem a reménytelenség szólt belőle, hanem a bűnbánatra a hívás, az új útnak a lehetősége, és hát az az éjszaka az olyan volt, hogy mindenki fogadalmat tett, hogy bármennyire is színes, érdekes a Cimborák élete, azért ne ezt az utat válasszuk. Mi viszont, akik szüleink, testvéreink révén később saját meggyőződésből is fontosabbnak tartottuk az Istennel való kapcsolat erősítését, a világi dolgoktól távol tartottuk magunkat táncolni, még moziba se jártunk, a mi útunk más volt, mint a lelki dolgokra helyeztük a hangsúlyt, ifjúsági bibliaórára járunk. Bennem van az a tanítása, hogy azért egy hívő lány, tehát különbözön a világtól, tehát azért látszódjon rajtunk az, hogy külsőleg is, hogy nem e világiak vagyunk. Az ifjúság nevelését azt ő nagyon fontosnak tartotta, hogy a Bibliának az egyértelmű vezérfonalát hangsúlyozta őt, hogy hogyan is kell az életben majd lépkednünk. Ez volt az erénye, a szigorúság. És ez nagyon sokat jelentett, tehát ezért tudta összetartani a fiatalokat is, minket is. A tisztelendőr minket elvitt filmet megnézni, utána, amikor megnéztük a filmet, hazajöttünk, következő ifjúsági órán az volt a téma, hogy megtárgyaltuk, mi volt helyes, mit láttunk helyesnek, mi nem volt helyes. Nem volt, csúnya szóval mondom, liberalizmus. Részt vett és vezette is az ifjúsági alkalmakat, de hagyta a fiatalokat kibontakozni. Tehát volt egy vezetőnk, volt egy háttér, volt egy hozzáértő ember, egy teológus, aki helyre tette a mi kis kérdéseinket, meg ingadozásainkat, meg kételyinket, és ő mindig úgy ott volt és irányította az órákat. Ez nekem nagyon tetszett benne. A lelki dolgok mellett ilyen műveltségi dolgokra is tanított, és azt is úgy közel akarta hozni hozzánk. A gyülekezetéshez a község tőle tanult magyarul, tőle tanult kultúrát. Ifjúsági tagok között, amikor hát olyan szokás volt, hogy körbeültünk az imaházba, és minden igeverset más olvasott fel. És bizony sokakat ki kellett javítani. És ő ki is javította, hogy ezt így kell helyesen olvasni. Nem. Verset is, ahogy említettem, még meg is jelölte, hogy mondjam el, hogy legyen szünet, hol kell hangosabban, halkabban mondani. De rovásírás is volt, hát ami azt jelentett, hogy minden órára, minden ifjúsági óráról a lényeges dolgot. Hát ki hogy tudta, úgy írta le. Ki röviden, ki hosszabban, ki érdekesebben, ki viccesen, hát mindenki leírta. Hát az igei részt is, amennyire hát tudta, leírta. Az ifjúsági munkában ő nagyon hangsúlyosnak érezte azt, hogy az ifjúsági munka az ne az ilyen mellékkörülményekről szóljon. Tehát, hogy be akarom intani az ifjúságot, ezért veszek egy pingpongasztalt, pingpongütőket és pingponglabdát, hogy menjen az ifjúsági munka, vagy elmegyünk kirándulni, hanem ő az ifjúsági munkát ugyanolyan szerves részeként képzelte, mert gondolta a gyülekezetnek, mint bármilyen más munka, és az egyházban minden munkának az igével kell kezdődni. Szóval ezt is tőle tanultuk, hogy
nem kell semmit csali. Ha az ige élő módon szól, akkor az megszólítja a pici gyereket is, a fiatalt is, a középkorút is, meg az idősést. Az ébredési lelkészekről gyakran hangoztatott konzervatív megbélyegzést ő egész életével cáfolta. Ugyanúgy értékelte a korál zenét, mint a néger spirituálét, vagy a Hermons muzsikáját. Az 1965-ben alakult csoport rendszeresen szolgált a tradicionálisnak tűnő népviseletes gyülekezet előtt. Egyetlen megbotránkozás nem történt. Ő nem csalogatónak szánta a modern zenét, hanem tudatosan hagyta, hogy az ifjúság is hozza bele az istentiszteletbe, a közösségbe a magáét, a saját műfaját. Így terelgette a gyülekezet adakozókészségét is az evangélium terjesztésének szolgálatába. Ő tervezte a Magyarországon egyedülálló négyszárnyas oltárt. Az egyházi esztendő ünnepkörei szerint fordult és tárult a gyülekezet elé a hitébresztő üzenet. Ezt tette érted Jézus Krisztus. Ugye a tisztelendő úr nem csak szóban, hanem látványban is közel akarta hozni az igét az emberekhez. Mi volt a szemléltető tábláknak a lényege? Dinamikusan, tehát nem csak a transzparensekkel, élő mozgó beszélő berendezéssel, a négy fő nev szerint karácsony, nagypéntek, húsvét, pünkösd és reformáció, mindig más is máshol, amilyen az ünnep, illetve az ünnep körülbelül a vasárnap jellege neki. A temploma volt elhelyezve a bejárattól jobbra, és gyönyörűen fel volt építve, tágra nyílt szemmel és szájjal álltunk a betlehemi jászol előtt, és ugye a középen állt a jászol. Hódolatokat tették a pásztorok, a királyok, meg sorba, hogy elvonultak, ők mozogtak, és akkor még meg is hajoltak így. Győri János polihisztor volt. Ha kellett, barkácsolt, vagy éppen animációs filmet készített konfirmandusai oktatására, mert minden eszközről tudta, hogy a Teremtő istené. Mindent ő szemléltetésnek csinálta, ugye paróki az tele volt, ugye lepkékkel, meg bogarakkal, meg mindennel, ugye. Sorba vette, ugye, hogy keletkezik ugye az a hernyó, ugye, amikor elhal, ugye, mert tulajdonképpen meghal, mert ugye bebávodódik, ugye, és akkor ugye feltámad, és teljesen ugye új ruhába, új köntösbe, hogy leggyönyörűségesebb ugye a lepke, ugye, amikor lepkévé változik. Tehát, hogy feltámadást ugye ezzel akarta szemléltetni, ugye akár ugye a kertbe, ugye azt a rengeteg fát, ugye, amit ugye ottan oltogatott mindent. Szóval ez is egy meghatározó dolog volt. Ott otthon ástam a kertet, és egy debreceni halas hulli bicskának bicskát találtam a földbe, kiástam, egészen rozsdás volt. Aztán lecsiszoltam a pengéjét, és ahol csináltam egy szemrőkést. Magam csináltam rá a gyertyánfából a nevet. Ezen több mint 60 éven át ezen szemeztem és oltogattam a kertet, nyomott fákat. Most is citromot próbálok erre oltani, szemezni. Én egyszer váratlanul megjelentem nagy tartsám, és édesapát kint a kertben kapált, és számomra megdöbbentő volt, mert ugye egy drótkerítés volt mindössze, édesapát pedig egy rövid nadrágban végezte a házi munkát. De a család fenntartásához nagyon nagy szüksége is volt arra, hogy ő is végezze. Hány gyerek született ebben a családban? 8 gyermekünk lett, összesen 2 lány és 6 fiú. És hát nagy örömű alkalom volt mindegyiknek a megérkezése. Előtte 2 lány volt, és már nagyon szerettünk volna fiút. Úgy könyörögtünk, hogy adjon Isten egy fiú gyermeket nékünk, ahogyan Anna
Sámuelért imádkozott, és mikor megérkeztél, ezért kaptad a János Sámuel nevet. A Jánost édesapád után, és a Sámuelt azért, hogy Isten meghallgatta a kérésünket. Igen, ez héberül azt jelenti, hogy Sámuel, hogy Isten meghallgatott. Tehát akkor ószövetségi, újszövetségi vagy bibliai nevek voltak végig, és igen, volt egy másik ilyen jelenet, amikor jelentőséggel bírt a név. Igen. A hetedik gyermekünk Tamás Pál lett. Úgy gondoltuk, hogy a legkisebb, és talán az utolsó is. Paulus, ugye, és ezért Pál nevet, Paulust kicsit kapott. Ő szegényként, hát hazament nagyon hamar, Isten hazavitte magához 5,5 hónapos korában. És a Jóisten kegyelmes volt, és 2 év után kaptuk a Palikát, aki azért kapta elsősorban a Pál nevet, hogy ő a legkisebb, és legyen a Tamáskának, igen, a nevét vigye tovább. És akkor ő másik nevének Barnabást kapott, azért, mert ő volt a vigasztalás fia számunkra, a neve ezt jelenti. Barnabás, ugye? Igen, Isten megvigasztal minket, Tamáska helyet adta őt. Cseki jövedelme ellenére soha nem kellett panaszkodnia anyagi nehézségekről. A gyakori mellőztetéseket pedig csupán evilági próbatételként élte meg. Ugyanezt a sorsot én is átéltem. Győri János nevét, Rosszik Mihály nevét, Zászkaliszki Pál nevét nem volt szabad túlságosan, hangosan mondani. Én sem vagyok, meg ő sem, azt hiszem, azok között, akik érdemesek lettek volna arra, hogy bekerüljenek az egyház történetében, úgy, mint akik a legnehezebb 1948-tól 1989-ig tartó időben megroppanás nélkül végeztük a feladatunkat és szolgálatunkat. A történelmi hitelesség kedvéért elmondom, hogy kikértem 2000-ben a történelmi hivataltól a rám vonatkozó adatokat, és amikor megkaptam a rólam szóló titkos jelentéseket, nagyon nagy öröm volt számomra, hogy Győri Jánossal együtt említettek, mint megfigyelt személyiséget, Túróci Zoltán, Laborci Zoltán, Tekus Otto, Csepregi Béla, Erős Sándor, és a többiek, akiket hát mi úgy ismertünk, mint lelki testvérek, akikkel együtt küzdöttünk az istentelenség, az ateizmusban is a Krisztus ügyéért. A gyülekezetből soha nem mentek el, még a baptistákhoz sem, a katolikusokhoz sem, tehát reverzálist adni nem igen adott Nagy Tartsai evangélikus fiatal. Tehát a luteránus hit tisztaságát nagyon-nagyon fontosnak tartotta, és a híveivel megismertette. Mindenre és mindenkire volt ideje, ha az üdvösségről volt szó. 4 évtizedes gyülekezet tanító munkája alapján nyugdíjasként készítette el Ecce Homo című tudományos dolgozatát. Valami titokzatos, misztikus jelentőség van az embernek. És hát előttem így lett világos, hogy a Szentháromság képére teremtett ember is hármas lény, fiziológiailag is, mint empirikus jelenség is hármas lény. Itt szoktam mutatni, hogy Isten az embert a föld porából teremtette, ez az anyagi valóságunk, realitásunk, és az ő lelkét, az ő szellemét, az ő ruakját lehelte bele, és talán hangsúlyos itten a mód jelző, hogy így lett az ember élő lélekké, nefessé. Tehát ha szabad egyelőre így kifejezem magamat, a lélek katalizátorsága mellett, a lélek jelenlétében alakul ki a mi emberi lényünk és emberi lelkünk. Egyedül az embernek van egy speciális lelke, amelyik megkülönbözteti az állati lélektől. És ennek köszönhető az embernek van például kultúrája, egyáltalán gondolkodása, esztétikája. Az én megítélésem szerint magas szinten művelte a teológiát, nagyon vonzó volt az ő
belső lelki élete, amely ilyenkor, amikor beszélgettünk, mindig betekintést engedett, és fantasztikus volt, amennyire én megismerhettem. Persze akkor ő már nem volt aktív lelkész, de hát ennek a nyomait, gyümölcseit ezernyi dologban lehetett tapasztalni Nagy Tarcsán, tehát fantasztikus volt ez a gyülekezeti munkája is. Szóval szerintem ez volt a titok, hogy ezt a hármat ő soha nem választotta külön, hanem nagy egységben volt. És én ezt próbáltam megfejteni, és persze hát egészen fantasztikus volt az ő ige értésének az a mélysége, ahogyan nagyon egyszerű igei igazságokat észrevett, amit talán más ember nem vett észre, és mikor elmondta, akkor olyan magától értetődőnek tűnt, és azon csodálkoztam, hogy én erre hogy nem jöttem rá. Első élményem a Tisztendő bácsival kapcsolatban a 5 éves koromra tevődik. Éppen a kórházból jöttem haza anyukámmal, és mikor hazaértünk, szinte már ott várt a Tisztendő bácsi, és egy kis igéslapot nyújtott át nekem, és az igéslapra az volt írva, hogy gyógyíts meg engem, Uram, és akkor olyan szépen nekem magyarázva mondta, hogy az Isten az, aki majd meggyógyít, és rászámíthatok. És a kis gyermeki lelkemet már akkor is megérintette ez, ahogy a Tisztendő bácsi erről beszélt nekem. Hát például a mai napig megvan, és őrzöm a megemlékezéseit arról, hogy egy éves házassági évfordulón köszöntött bennünket. Szóval ez, hát talán rajtam kívül, és a páromunk kívül talán senki nem tudta már a napját, és ő igéslappal köszöntött például minket. Mindenre és mindenkire oda tudott figyelni. Egy élményem az volt, amikor vizsgáztam autóvezetésből, és hazafelé jövet, megkérdezte tőlem, Zsuzsi, sikerült? Mondtam, igen. Imádkoztam érted, nagyon megható volt számomra, mert úgy éreztem, hogy nem kellett volna, hogy sikerüljön, mert annyira nem ment, és otthon úgy sírva fakadtam, hogy ez csak a Győri tisztelendőnek az imádsága. Szóval azért sikerült, mert Győri tisztelendő imádkozott értem. Karácsonykor hivatalosak voltak a gondokok és a felügyelő a tisztelendő úrék. Ott voltak, egy 2 órát ott beszélgettek, és mindig egy kis karácsonyi csomaggal jöttek haza, mint gyerek akkor, mindig oda mentem, hogy mit hozott, hát egy kis édességet, cukorkát. Felejthetetlen maradt számomra, amikor nála beszélgettem egy munkában hazajövő paraszt bácsion 70 év körüli férfi jött be, és azt mondta, na tisztelet úr, én el fogok kározni, mert én olyan nyugtalan vagyok az ön prédikációja után, mit kell tennem. Győri Jánosról köztudott, hogy annyira ismerte a gyülekezet tagjait, hogy mindenkit név szerint szólított, keresztnév szerint szólított meg, és ennek a kétségbe esett férfinek ott a fülem hallatára hirdette Krisztus bűnbocsánatát, és indította el az új életnek az útján. Tudta mindenkiről, hogy mi baja, mit kell kérdezni tőle. Bicikliéről mindig le tudott szállni akkor, amikor elment mellette egy ember, akinek gondja volt. Vagy amikor látogatni jött, a beszélgetés nagyon rövid idő alatt mindig oda kanyarodott, hogy na akkor olvassuk el a mai igét. Lehet, hogy aznap már 10-szer olvasta el, vagy 5-ször. De mindig tudott újat mondani, és mindig tudott együtt imádkozni a családdal. Hétfőtől vasárnap estig ugyanaz volt. Szóval ő tényleg hányszor volt, hogy az úton is, országúton is megállított, no, ez vagy, az van, tehát együtt érzett az emberekkel. No. Hosszú évtizedek alatt, amíg ő itt szolgált, egyetlen egy öngyilkos nem volt. És én azt hiszem, hogy ez annak is betudható, hogy ő minden hívével külön foglalkozott. Tehát mindenkit ismert, ha problémája volt, jobb volt, mint egy pszichológus. Engemet úgy befogadott, mint az ő gyermekét. Hát ő mindenkit számon kért, akivel találkozott. És az
olyan jó leső érzés volt. De mindig kérdezte bibliaórán, hogy tudnak-e betegről, kórházban lévőről? Nem feledkezett meg egy betegről sem, mindenkit meglátogatott. Ha más vallású tartsai, nagy tartsai volt, akkor is meglátogatta. 6 hétig ben voltam a gyögéssel a kórházban. Minden héten meglátogatott, imádkozott, értem. Sőt, mikor haza jöttem a kórházból, akkor is olyan soha nem felejtem el. Így szó szerint ezekre a szavakra emlékszem, hogy Istennek még biztos van valami terve velem, hogy így életbe hagyott. Minden látogatáskor hozott egy igéslapot, akár kórházba, akár otthon látogatott, aztán imádkoztunk, beszélgettünk, énekeltünk itthon, kórházba azért nem szoktunk énekelni, de itthon szoktunk egy éneket elénekelni, mikor jött. Tudott harmóniumozni, tehetségesen rajzolt, festett. Ez utóbbi talentumait arra használta, hogy a saját maga készítette emléklapokkal személyessé tegye mindenki számára az emléken túl a keresztség, a konfirmáció vagy az esküvő lelki üzenetét. Hát ez a nagyapai 30 év utáni szolgálat. Ezt kapta a tisztelendő úrtól, akkor búcsúztatták a templomban, nem úgy csak, hogy volt árangozó mehet, nem. Gulyásik János 30 éven keresztül szolgált harangozójának, nyugalom éveire az egyház urának áldását kívánó szeretettel, az Úr áldjon meg és őrzön meg téged. Fordíts az ő szent országát, tereját, és adjon te néz.